Na hát, tehát húsvéti perc, első perc, ha. Hát már most a vége fele járok, és ugye az előző videóban, majd nem tudom, hogy valószínűleg sikerül feltölteni, tehát az ultralight felszereléssel kezdtem el a horgászatot, és hát sajnos úgy jártam, hogy hát egész nap mutatom, hogy milyen a környék. Tehát itt olyan helyen vagyok, ahol valószínűleg látszik a képen. Tehát le van gajazva a parcelli fáknak a vízfele nyúló ágai. És hát ugye az itteni szok... Aha, közben elkezdett esni az eső. Aha. Na, ez várható volt. Na mindegy. Szóval a vízben nyúló ágakat lemetszették, ott látszik kint a parton, hogy van belőlük egy pár, de hát az itteni jó szokás helyét. Szerint többsége az sajnos a vízben van, úgyhogy jó. Hát még ennyi gajat nem húzgáltam ki egy perce során se a vízből. Idehaigáltam be a bokorba magam mögé őket. És szóval visszatérve az UL botra és pergetésre, hogy hát annyi gajat kihúzta, vagy 20-at, vagy 30, nem tudom most megmondani. És közvetlen itt az órom előtt, egy olyan jó fél órája, hogy húztam kifel a kis lárva csalit, itt éreztem egy ilyen, még csak nem is húzós, csak éppen, hogy valamennyire koppanós ütést, és azzal a lendülettel már oda is volt a csali. Tehát itt a part közvetlen szélébe, itt a lábam előtt, itt szabta le a csuka, úgyhogy most azt hanyagolom, ott látszik, ott a vízen arra volt most egy rablás. Tehát valószínűleg itt az eső előtt megmozdulnak. Úgyhogy átcseréltem a felszerelést a másik botra, ez a 5-15 grammos bot, és egy picivel nagyobb, tehát egy ilyen 2,5 grammos ólomfejre, és kapcsos fóbbra, ezen 40-es a fluoro előke, tehát a 20-ast azt mint a szél a húzat úgy leszabta egy mozdulattal itt a parton. Nem volt túl nagy csuka, feltételezem, bár ugye ezt nem lehet tudni, de nem láttam magát a halat. Lent egész a vízfenéken kapta el, úgyhogy sajnos így jártam, de úgy lézem, hogy most van körülbelül olyan 8 óra, fél 8 tájt, tehát majd lassan eltűnik a nap a látóhatára, eltűnne a nap a látóhatára. Tehát tegnap előtt nagyon szép napfényes idő volt egész nap, nem most arra beborult, sőt, most kicsit petyög is, csökkent a légnyomás, de úgy néz ki, hogy megmozdultak a halak most ebbe az esti időszakba, úgyhogy még most ezzel próbálgatok egy kicsit, ezzel a szereléssel. Tavaly itt akasztottam, hát nem túl nagy csukát, olyan 40 centi körül is, 30-on pár centiset. Tehát valószínűleg van bent. De hát egy van. Tehát az esetek 80%-ában a gajak jönnek kifele. Tehát ekközé bújik be a csuka. Itt van. Védett helyen. Na, föltökerettem most picit az előbb, meg gubancom volt. Úgyhogy de sikerült kioldani, tehát fonodzsinort is nem kell azonnal széttépni, levágni, stb., hanem egy kis türelem kell, meg hát rutin, ugye, olyan értelemben, hogy próbáljuk meg azért kibontani a csomót óvatosan, és valószínűleg menni is fog. Hát most megint gajra dobok. Menet közben is van bent egy nagy kiálló a vízből, de általában annak a közelébe szoktak megbújni, pláne a sügerek. Aha, most jött át rajta. Tehát ilyen kiálló ágcsonkkal itt teli van a víz, van amelyik ugye már lesüllyedt. Egy része a szél révén került a vízbe, tehát a viharok tördelik le a gajak egy részét. Innét visszább egy olyan jó 500 méterre azokból a gajakból fogtam egy 10 darabot, vagy hát még többet. Tehát ennyit még egy perc során se. Ja, hát és ugye a bevásárlókocsi is, amit kihúztam.
az is ma volt, úgyhogy aha, igen. Nem tudom, hogy hány percesre sikerül az anyag. Szóval még az estébe itt belepróbálok egy kicsit a kora estébe. Mert úgy látom, hogy megmozdulnak ilyenkor a halak, sőt előző években is csukák szebbjét meg jó részét így az esti időszakban fogtam. Hopp. Ez megint csak gaj lesz. Hát sajnos ezzel van most el itt a környék, és akkor ugye, hogyha véletlen épp a csuka veszi föl, akkor néha az is úgy jelentkezik, hogy csak tekerés közben, aha, látom, itt a part mellett van mozgás. Menet közben egyszer csak megáll az ember kezébe a bot, illetve magyarul a csali egyszer csak lekoppan, és akkor nem mozdul sehova. Mert a csuka követi, és egy mozdulattal elkapja, de nem indul meg vele, hanem csak épp egy fejmozdulattal, egy oldalra vágással, puff, már le is koppantja, leszabja a csalit, attól függ, hogy mekkora ugyan a csuka. Kisebbek azok általában jobban megindulnak vele, a nagyobbja az csak odakap, és akkor vág egyet oldalra. Hogyha úgy akad a horog, hogy érzékeny helyen, tehát megérzi a horgot, akkor viszont megindul vele. Tavaly nyáron volt olyan, amikor láttam, annyira tiszta volt a víz. Aha, ott látszik, rablás van. Hogy megfogta a csalit, és szépen azzal a, tehát ahogy tekertem és húztam, azzal a tempóval követte, jött a csalival. Tehát nem is lehetett érzékelni, hogy ott van a horgon. Aztán megálltam a tekeréssel, és figyeltem, és láttam, hogy azzal a sebességgel halad vele tovább. Aztán amikor rákoppintottam, tehát hogy bevágtam, akkor meg viszont már elengedte. Éppen csak a csőre hegyével fogta a kis apró csalit, apró gumit. Na jó, hát még ha lesz valami, akkor bejelentkezek, egyenlőre lekapcsolom. Hát már erősen besötétedett. Itt ez a rész az egyik legígéretesebb része a csatornának. Itt közel olyan 30 méteresre kiszélesedik, olyan 100-120 méteres hosszon. És még a tavaly előtt évben készült Keszegözön című videót itt készítettem, ahol, amiben itt végig ezen a hosszon, fönn a vízetején ezrével voltak láthatók a, hát nem túl nagy, a legnagyobbak, amiket láttam, olyan tenyeres méretű bodorkák, de biztos van itt nagyobb is, tehát olyan, amit a múlt évben a lentebbi szakaszon fogtam. Tehát olyan közel 30-40 dekásak, vagy akár fél kilósak is előfordulhatnak. Meg itt akasztottam szép csukát is, ami nem sikerült aztán végül is megszákolni tavaly évben egy alkalommal. Tavaly évben amúgy gyenge volt ez a rész, hát valószínűleg mert erőteljesen lehorgásszák, sajnos láttam át is, hogy ugye elvitték a halat, amit nem lenne szabad. Hát, na, gyakorlatilag ennyi már ez a peca, hal nélkül ugyan, de hát legalább kinéztünk a vízre.